készült. Produkciós vezető Kovács Anita. Anya, elárulnád, mit rejtettél oda? Semmit, drágám, én csak... Épp egy fejezet végénél tartottam, és nem tudtam, mivel jelöljem meg, ezért kerestem egy képet, és ezt tettem ide. Jaj, ne csináld. Úgy tettél, mint aki épp elrejt valamit. Nem, életem, nem, igazán. Azt hiszem, félreértetted a helyzetet. Jól vagy? Igen, drágám. Biztos? Jó. Kijössz a medencéhez? Az orvos azt javasolta, vigyem ki egy kicsit Esperanzitát a napra. Velünk tartasz? Igen, drágám, hogyne. Menjetek előre, nem sokára én is csatlakozom. Jó, de siess. Biztos jól vagy? Igen, életem, igen. Soha senki nem tudhatja meg a titkomat. Senki. Olvido. Még mindig rád gondolok. Azt hiszem, te vagy a nő, akire eddig vártam. Ugye milyen szép a tenger? Valóban az. Csodálatos itt Acapulcóban a víz. És éppen arra a nőre gondoltam, aki életem párja lesz. Mikor megismersz valakit, mindig ugyanezt mondod. Szeretsz flörtölni, mi? Lehet, de mit tehetnék? Hadd mondjak valamit. Mondd csak. Nem tudok szerelem nélkül élni. Szerintem neked is ezt kellene tenned. Már sok éve megözvegyültél. Itt az ideje, hogy újra szerelmes legyél. Ne válts témát. Én többé nem leszek szerelmes. Jaj, nekem de meleg van. Nézzetek szét, hölgyek! Ez az a hely, ahol mostantól éltek majd. Nem is olyan rossz, igaz? Jaj, borzalmasabb nem is történhetett volna, anya. Nincs nálam az összes bőröndöm, a ruhám, ugyan, a cipőim. Maradj csendben, Vanessa, hallgass már. Igen, csak hallgass. Itt nem játszhatod a király kisasszonyt, tudod? Nem. Ez nem lehet igaz. Ez valami félreértés, abszurdum ez... Képtelenség. Ezek mit keresnek itt? Kik, anya? És az a korálszínű kis fruska mit akar itt? Na, csak vigyázz azzal a nővel, mert az a semmire kellő urad úgy bámulja, még a nyála is kicsordul. Mi történt, drágám? Mit bámulsz? Én csak a biciklit javítom. Vigyázz, nehogy lyukas maradjon a kerék, jó? Na, nem, még csak az jaj, kéne. Jaj, drágám, ismerlek én. Ne dumálj! Oda se nézek. Kislányom, csak egy dologra válaszolj. Mit követtem én el, hogy ezt kaptam cserébe, mondd? Nem tudom, anya, de az biztos, hogy nem ez lesz a jövőnk, hisz mi a felső 10 000-hez tartozunk. Ez nem lesz. Tartanunk kell a színvonalat a felső 10 000-ben elért pozíciónkat. Bizony. Igen, de elég a siránkozásból, mert itt mind egyelőek vagyunk. Nincs telenek, ágról szakadtak és éhen kórászok. Ezt nem hiszem el. Én itt egyedül, teljesen egyedül. Velem, anya. Ebben a disznóolban, mocsokban. Képtelen vagyok elhinni. Vanessa lányomat kirakta a férje. Irán lányom meg börtönbe valahogy. Hogy nem érzem jól magam. Anya, gyere! Gyere, ülj le! Nézd, rosszul van! Elájul! Drágám, gyere, mert rosszul van! Várjon csak, várjon! Jaj, szenyóra! Csak nem nyúlok hozzá, óvatosan! Anya! Gyere ide! Anya! Megyek! Drágám, gyere ide! Megyek! Úgy tűnik a hiszti felrohamot. Drágám, rosszul lett a szenyóra, de nem értem hozzá egy ujjal sem. Nem értem hozzá! Vigyük be gyorsan a szobába! Persze, jövök már! Jövök, itt vagyok! Nézd már, anya! Jaj, szenyóra, látod? Oda se nézek! Becsuktam a szemem! Anya, ez annyira kellemetlen, amit csinálsz! Hogy eljulhattál el? De hisz, ezek bőröndökkel jöttek! Mintha...
Tán nem akarnak ide költözni a panzióba? Nem, anya. Ez itt egy tisztességes panzió, ez nem bolondok háza. Tudod, ki ez? A Csini baba. A piszkafa, Csui előző gazdája. Igen. Szerinted nem emlékszem ezekre a ki ha én nem jaj, emberekre? Lányom. És nézd meg őket most! Jaj, el sem tudom képzelni, mi történhetett velük, hogy most ide jönnek lakni. Na de, várjunk csak. Mindjárt kiderítem én ezt. Egy perc alatt várj. Ne, anya, ne! Rendben. Hova mész? Akkor jövök én is. Mi csinálunk? Mindjárt jövünk. Dávid, szeretném, ha megértenél engem. Ha tudnál, hogy mégis miért reagáltam így. Olvidó, ne magyarázkodj, megértelek. Hidd el. Megértelek. Tudod, belefáradtam. Egyszerűen fáraszt, hogy ártani akarnak nekem. Nem bírok már hallgatni. Nagyon jól tudom. Hányan akartak neked rosszat? Sajnos anyám is. Ezért bánt engem ennyire belül, hogy úgy tűnik, te és anyám sosem lesztek barátnők. Dávid, tudom, hogy tiéd a ház fele, és tudom, hogy anyád mindig melletted lesz. De nem hagyhatom, hogy Rákvéla parancsoljon nekem. Jól teszed. Ne engedd, hogy mások irányítsanak. Soha többé. Köszönöm. Jó, hogy megértesz. Már mondtam, és ugye nem felejted el. Rám mindig mindenben számíthatsz. Köszönöm. Ott van az ostoba liba Daviddal, az új örökösnő. Jaj, az a lotyó egész nap vele volt. Rákvéla, azonnal tennünk kell valamit, nagyon kérlek! Jaj, hallgass már, elég a panaszkodásból, adj időt! Mintha téged nem is zavarna, hogy ez a kapzsi nő egyre közelebb kerül hozzá. Igen, én is tudom, hogy valamit tennünk kell, hogy kiüssük őt a nyerekből. De ha kiabálsz, hogy gondolkodjak? Ez a pattyú napról napra egyre több dologban és egyre többször veszi át az irányítást. De pont ezért kell gondolkodnunk, és nem kiabálnunk, érted? Na, ha-ho! Hajjá, súlyos baj van az anyám! Csak hisztizik itt! Őszintén szólva, szerintem rossz bőrben van, hívni kellene egy orvost. Miféle orvost? Ugyan már doktort hívni! Mi a baj? Most hazamegyünk! De hisz, gyere, ez az asszony beteg! Beteg? Nincs jó, tényleg nincs jó! Gyerünk! Így áll egy kortyot, Angus! Mindjárt magadhoz térsz rajta! Hol vagyok? Hogy hol vagy? A királynő rezidenciáján. Mit csinálok itt? Most éppen ülsz, de nem sokára nekiállsz felmosni és elmosogatni. Beveted az ágyakat, és kitakarítod nem, a házat. Szóra, nem, maga nagyon téved. Én nem vagyok hozzászokva az ilyenfajta munkához, főleg nem egy ilyen disznóholban, mint ez, és a lányom sem, sajnálom. Bizony, én sem, és nem is akarok. Ha jól értem, hogy ez egy disznóhol, akkor maguk miatt az. Hallják? Hogy mer ilyen hangon beszélni velem? Mit képzelsz? Ki magam? Angus! Angus? Már ne haragudjon, szenyóra, de én a felső 10 000 tagja vagyok. Olyan éhenkórász vagy, mint ez itt, mi? Már megint kezded, megy a fenébe! Tudod mit? Egy közös dolog van bennünk. Nincs egy fillérünk se, és nagyon szerencsétlenek vagyunk. Így áll egyet, na! Nem? Akkor majd én iszok. Most már komolyan beszélnem kell anyámmal. Jössz te is? Nem. Megyek is. Jól van. De Isten hozott a házadban.
Köszönöm, apa. Köszönöm, hogy erre is gondoltál. Ígérem, nem fogok csalódást okozni. Majd mindent megtanulok, ami az üzlethez kell. Mindig olyan jó lelkű és igazságos leszek, mint te. Bárcsak büszke lehetnél rám. Mi legyen a vacsora, szenyóra? Én lennék a szenyóra? Igen, maga a ház úrnője is. Tomászina, már megkértelek, hogy ne szólíts szenyórának, kérlek. Mi továbbra is barátnők vagyunk, ugyanúgy, mint eddig. Tényleg? Persze. Ölelj meg, te buta. Akkor mondd, mit szeretnél vacsorára? Nem is tudom. Nem is tudom, mit, annyira tele van a fejem. Jobb lesz, ha letusolok és ledőlök picit. Rendben van. Készítsd azt, amit akarsz. Rendben, akkor összeütök valami ünnepi vacsorát, majd meglátod. Rendben. Végeztem. De jó, hogy eljöttünk, mert sok dolgom volt még. Értelek. Hallottad, mit mondtam? Nem, annyira a gépre figyelsz. Nem, bútorokat hirdetek. Olvido nem használja őket, de még jó állapotúak, és el akarja adni. Interneten hirdetek? Hogy működik? Mondd el. Nézd, az iBazár weboldalán hirdetem meg. Ez egy ingyenes hirdető oldal. Na hát. És... Szuper, ugye? iBazár az oldal neve. Mi lenne, ha eladnánk a súlyzómat? Már nem használom. Jó pénzt érnek. Persze, drágám. Add meg a részleteket, és felteszem. De jó. Na mondd. Milyen jó étvágya van ennek a kislánynak. Jól van, csillagom. Most mondd apának, jól laktam. És most a nagyi meg fog fürdetni, és befektet az ágyikóba. Igaz? Később találkozunk, fiúk. Mindjárt jövök, anya. Jól van. Megyek veled, anya. Majd megtanulod te is. Jaj, Olvido. Annyira szeretnék most melletted lenni. Tudom, hogy szükséged van rám. A szerelmemre, a simogatásokra. És arra, hogy magamhoz öleljelek. És én vagyok a világ legboldogabb nője. Szeretlek, drágám, szeretlek. Olyan szerencsés vagyok. És én a tiéd vagyok, szerelmem. Csak a tiéd. Elválok irántól. Független akarok lenni, hogy feleségül vehessenek. Tálalhatom a levest, asszony? Nyilvánvalóan, Olvido. Milyen ügyetlen vagy! Mondtam, hogy csak próbaidőn vagy! Takarodj a házamból! Ki vagy rúgva! Mától fogva nem engedem, hogy megalázzanak. Diego. Csak hogy felébredtél. Bocsáss meg. Bocsáss meg, hogy elgázoltalak. Nem tudom, mi történt. Vagyis nem igaz, mert tudom, mi történt. Zaklatott voltam. Sajnos mostanában elég sok gondom van otthon, és máshol járt a fejem.
Nem láttalak. Nagyon sajnálom. Nem akartam, hogy ez történjen. David. Te vagy az? Nem. Az én nevem Diego. Diego Rivas Santander. Az élet összehozott bennünket. De rögtön szét is választott. Szia. Szia. Beszélhetnénk? Hol van az a kis fattyú? Olvidó anya. Olvidó a neve, és gondolom a szobájában van, rendezkedik, nem tudom. Milyen borzasztó ez. Nem elég, hogy ellopta tőlem apát figyelmét és szeretetét. Most már a házam is kell neki, a hálószobák is. Tudod, mit gondolok? Hogy apát csak azért halt meg, hogy ezzel bosszantson engem, és nyomorba döntsön. Szinte biztos. Tudod te, hogy milyen betegesen hangzik ez? Elmondjam, mit gondolok. Legjobb lenne, ha vennél egy lakást Mongóliában, és ott élnél, messze attól, amit gyűlölsz, na? Egyetértek, de jobb lenne Párizsban, tudod? De rossz híreim vannak számodra. Nem áll szándékomban szabad utat engedni ennek az átkozott lánynak, világos? Miről beszélsz, mi? Nincs más választásod. Itt az ideje, hogy felfogd. Olvidónak joga van a ház feléhez. Kész. Tudom, viszont tied a ház másik fele, ha nem tudnád, fiam. És nem hiszem, hogy ki akarnál tenni engem. Vagy már elfelejtetted, hogy én szültelek? Kidobsz innen! Anya, ezt minden nap elmondod. Szépen kérlek. Könyörgök neked, anya, hogy tedd meg a kedvemért. Hagyd ezt abba végre. Nem akarom, hogy továbbra is ilyen viszonyban legyetek. Tudod mit? Emiatt ne aggódj. Nem fog sokáig tartani, mert ez még csak a harc kezdete. Megértetted? Tényleg, kisfiam, nem értelek. Mégis mi bajod? Hogy még nem kaparintottad meg annak a kövér libának a pénzét, akit elvettél? Nem értem, anya, hogy juthattál idáig? Hogy engedhetted meg, hogy Olvidó kirakjon téged a bánaszéda házból? Aj, ne, nagyon szépen kérlek. Ne emlékeztes erre a szörnyű megaláztatásra. Oké, rendben van, anya, rendben van, nem foglak. Mondd, Rákvéla barátnéd nem szólt semmit. Vagy maga, Dávid... Senki nem segített? Nem, ha láttad volna, mennyire ellenséges volt az az átkozott falusi liba, drága Rákvarita barátnőm nem tehetett semmit. A fia Dávid meg Olvidót támogatta, nem volt mit tenni. Olvidót? Uh-huh. Akkor nincs más hátra, ellátom a baját annak a szemtelennek. Ne, kisfiam, ne. Kérlek, ne verekedj senkivel, inkább ide figyelj. Fiam, a te feladatod az, hogy megkaparincsd imádott feleséged vagyonát. Jaj, anya. Drága kisfiam, hallgass ide. Tudod miért? Azért, hogy a nővéred és én kiszabaduljunk végre ebből a disznóból. Igen, tudom, könnyen hangzik, hogy szedjem ki belőle a pénzt, de ez a trampli visszaél a helyzettel. Jaj, tudom. Tudom. Nem olyan könnyű, nem bizony? Kisfiam. Kérlek, ne vesztegesd az időt. Esküszöm neked, hogy ez a nyomorúság, ez a szegénység megfojt. Na, ne panaszkodj már! Ha a szegénység halálos lenne, már rég nem élnék. Szia, Nelson! Szia, Eufrázia! Anya, esküdj meg, hogy nem aggódsz, kérlek. Én kezelésbe veszem a tehenet, és kiszedem belőle a pénzét. Itt ti ketten gyorsan megszabadultok innen, rendben? Nyugodj meg, nincs semmi baj, minden oké. Okay. Na, várjunk, csak várjunk! Ha megszerzed a pénzt, adsz belőle nekem is, mert ha én nem segítek, ez itt meg az ostoba nővéred most az utcán lennének! Sajnos. Az én férjecském még nászútra se vitt, mert nincs pénze.
és bár mondtam neki, hogy én állok mindent. Nemet mondott. Nekem, aki egy romantikus nászútról álmodta. Olyan szép lett volna. Nézd, drágám, hol már? A turistáknak kínálják. Látod? Jó napot! Jó napot! Jó napot, üdvözlöm! Nem akarsz enni egyet, Citlári? Nézd ezt! Nem? Inkább veled foglalkoznék, drágám. Hadd fényképezzelek le, jó? Ó, márral? Igen, persze. Akkor ezzel itt. Jó. Jó lesz? Egy másikkal. Így, né. Mi az? Ezzel így. Akkor... Szexisen, Citlári. Igen, igen, tudod? Ez az most jó. Fájsz, Citlári, jól vagy? Hát nem, nem vagyok jól. Várj csak, figyelj, Nelson. Mi van? Te tényleg örülsz, hogy házasok vagyunk? Persze, hogy ne, Citlári, szuperül vagyok, ahogy Vanessa mondaná. Tényleg? Igen. Akkor, szóval, miért nem, ha tényleg boldog vagy, adhatnál egy puszit? Jó, tessék. Csókolj meg! Jaj! Te ostoba megint meg, Jeep! Vidd innen! De akkor, ha az én drágám álmomban sem csókol meg, igazuk lehet azoknak, akik szerint csak a pénzem kell neki. Nem iránt, te nem tudod, milyen volt. Olvidó kidobott bennünket Balmaszédáéktól. Klasszikus. Új gazdag szindróma. Képzeld, az én csodálatos anyámmal együtt nagyon rosszul viseltük ezt, tudod? Mindenhonnan elzavartak. Először a Rivas Santander házból, aztán meg a Balmaszéda házból. Most pedig... Egy borzalmas környéken lakunk, iszonyatos, rosszagú, nem is stílusos, ijesztő, de tényleg... És ez az ostoba Nelson miért nem segít nektek? Ugyan már, hisz Nelson most vette el Citlálit. Tudod, hogy nem megy az olyan gyorsan, idő kell neki, hogy megszerezze a millióit. Húsz nap múlva mondják ki az ítéletet a lányügyében, akit védesz. Így van. Megrendelted a rózsacsokrot, amit a gyönyörű Olvidó Pereznek szánnak? Persze, hogy ne. De szerinted értékelni fogja? Hisz a lánynak virágboltja van. Elég virágot látott. Tudod, a nagy fúdítások ilyenek. Lépésről lépésre haladnak. Oké. Egy pillanat. Ne haragudjon, szenyóra. Hogy van? Nagyon kedves, köszönöm. Segíthetek, kérem. Nagyon kedves, köszönöm. Hogyan kérem? Köszönöm. Látom, jó étvágyat kívánok. Milyen udvarias öcsém van? Egyébként mondd, nem gondolod, hogy kissé elragadtatod magad a lány miatt? Hiszen tegnap ismerted meg a végrendelet kihirdetésekor. Szerintem egy kis időt azért hagynod kellene magadnak, nem? Az idő, drága nővérem, eljött. Ha egy olyan nő tetszik nekem, mint Olvidó Pérez, mindent beleadok. Borzasztó vagy. Borzasztó. Hallod-e, Urbánó? Egész napra elég ez az adag, nem? Köszönöm. Oh, nagyon jó az illata. Te anya, eljössz Irán tárgyalására, ugye? Nem, nem. Szó sem lehet miért? Róla. Miért? Nem. Amíg élek, nem akarom látni azt a nőt soha többé. Anya, nagyon valószínű, hogy tanúskodnod kell majd. Értem. És ha így lesz, elmegyek, de ha nem, akkor majd ti beszámoltok az ítéletről. Rendben, beszéljünk másról. Igen, jó lenne. Híreim vannak Olvidóról. Mi történt? Semmi. Semmi. Csak annyi, hogy ma beköltözött a házba. És mi történt? Mi? Csak annyi, hogy két lábban rúgta ki Vanessát, és angusztiázt. Ez maga a csoda. Én mindig is tudtam, milyen intelligens az a lány. Igyunk arra, hogy kitette őket az utcára. Az utcára. Végre. Itt a teád, aranyom. Tomaszina, mondd csak.
Beszélni szeretnék veled. Le akarsz szídni? Olyan rosszul esik, ha szemrehányást teszel. Ülj le! Dehogy akarlak leszidni? Miért tenném? De van itt valami tisztázandó dolog. Apám havi juttatást hagyott rád. Ami azt jelenti, hogy nem kell többé szolgálóként dolgoznod. De én itt akarok maradni. Főleg miattad és Digító miatt. Sőt, ha nem vagyok én, ki fog téged megvédeni ezektől a viperáktól itt? Vagy netán ki fogsz rúgni? Ugyan miért tenném? Hisz itt a helyed a házban. Ezt mindenki tudja. Hisz a barátnőm vagy, nem akárki. És nagyon kedvellek téged. Én is ugyanígy érzek. De ne folytasd, mert pityeregni kezdek. Szóval, ha továbbra is itt akarsz dolgozni, két feltételt szabok neked. Jó, 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 bármi is legyen. Akkor Tomasina, ülj csak le. Az első az, hogy beiratkozol egy esti iskolába. Azt szeretném, ha szánnál időt a tanulásra, hogy fejlődj. Tényleg? Aha. Ez aztán. Igen, igen, akarom. Jó. Igen, köszönöm. Rendben, Tomasina. Nem akarod tudni, mi a másik feltétel? Ja, de, bocsánat. A második pedig, hogy vigyázol Digitóra. Fel fogok venni néhány alkalmazottat, hogy elvégezzék a ház körüli teendőket. És így te minden idődet a kisfiamnak szentelheted. Benne vagy? Hát persze, hogy benne, hisz tudod, mennyire szeretem a kisfiat. Rendben. Akkor jó. Nagyon köszönöm. Szeretlek. Én is téged, nagyon. Bejöhetek? Igen, gyere, Tomasina. Ezt hozták neked az imént, aranyom. Nekem? Igen. A legszebb és a legkülönlegesebb nőnek, akit valaha is ismertem. Stefano Canciano. Ő az az ügyvéd, aki felolvasta a végrendeletet? Igen. Jaj, aranyom, ha tudnád, majd meghalok a kíváncsiságtól, de tisztellek, így nem nyitottam ki. Nyisd ki. Tényleg? Igen. Na hát, az igazság az, hogy nem értek a drága kövekhez, de ezen látszik, hogy jó sok pénzbe került. Ez nagyon szép. Nem akarod felpróbálni, hogy mégis hogy áll? Nem, nem. Csukd be. Miért? Csukd be. Megtennéd, hogy visszaküldöd a feladónak? Nem tetszik. Nem, nem arról van szó, hogy tetszik-e vagy sem. Tudod, az ügyvéd úr nem ismer. Nem olyan nő vagyok, aki drága ajándékokkal megkaphat. Rendben. De kinyithatom megint? Meg akarod tartani? Jaj, nem, úgy gondolod? Diego. Mit akarsz? Beszélni. Gondolom, tudod, hogy Olvido a házunkban él. Mert apám így akarta, és mi is. Hát persze, hiszen tudod te is, hogy a rossz hír gyorsan terjed. De még mielőtt elfelejteném, beadtam a vállókeresetet. Nem sokára feleségül veszem Olvidót. Gratulálok a vállásodhoz. De azt ugye tudod, hogy Olvidóval terveim vannak. Nézd, David, te Roxana férje vagy. Nős ember. Nem sokára én is elválok Roxanától. Megmondtam Olvidónak. Te nem vesztegeted az idődet. De nem veszed észre? Hisz nyilvánvaló, világos. Olvidó engem szeret. Fülig szerelmes belém. Neves csak. Neves. Viszlát, Diego. Majd meglátod. Áruló. Szt-
Stefano, nem tudom elhinni, hogy Olvidó visszaküldte ezt a pompás ajándékot. Imádom a nőket, akik megnehezítik a dolgomat. Ezzel bizony tényleg rabul ejtett Veronika. Most, hogy visszaküldte az ajándékot. Még vonzóbb számomra. Jaj, te mindig is olyan heves voltál. De tényleg. Szia! Előre megyünk a virágboltba. Akkor miért nem megyünk együtt? Tudod, a virág nagykertben azt mondták, kora reggel menjek az áruért, és nem akarok elkésni. Rendben, akkor ott találkozunk. Oké. Tomászina! Igen, szenyóra? Mit mondtál? Bocsánat, Olvidó. Mondd meg a sofőrnek, hogy álljon ki az autóval, indulunk a virágboltba. Jó, jó, mindjárt szólok neki, de elindulnál reggeli nélkül? Nem akarod, hogy gyorsan összedobjak neked valamit, egy kis spiritust? Jó legyen. Jó, köszönöm. Mindjárt hozom. Halló. Először is jó reggelt szeretnék kívánni Mexikó legszebb hölgyének. Jó napot, Dr. Canciano. Másodszorban pedig, ami nem elhanyagolható, őszinte sajnálattal értesültem, hogy nem fogadta el szerény ajándékomat. Nagyon kedves, hogy ajándékot küldött, de őszintén szólva ismeretlenektől nem szoktam ajándékot elfogadni. Engem már ismer, hiszen én vagyok az ügyvédje, nem emlékszik? Igen, igen, igaza van. Munkakapcsolatban állunk egymással, amin nem kívánok változtatni. Elnézést, lehet, hogy rámenős voltam. Mikor találkozunk, hogy személyesen is bocsánatot kérhessek? Ha gondolja, fél órán belül a virágüzletben leszek. Jaj, Ulisses, de jó vagy hozzám. Ha tudnád, mennyire hálás vagyok, hogy már itt is vagy. Őszintén szólva, nem hittem volna, hogy egy panzióban fogsz élni. Ráadásul ott, ahol Olvidó is élt. Egy szívességet kérek tőled, Ulisses. Ne beszélj nekem arról az átkozottról, jó? El sem tudod képzelni, hogy dobott ki bennünket a Balmaceda házból, mintha ő lenne a ház asszonya és kizárólagos tulajdonosa. Ne haragudj, hogy ezt mondom, de joga volt hozzá. Ah, igen? Szóval igen. Szerinted ez tényleg rendben van? Hogy így megalázott bennünket, ahogy tette? Ha láttad volna, hogy bánt a lányommal meg velem? Aj, Ulisses, kérlek, te vagy az egyetlen, akire számíthatok. Nagyon kérlek, segíts, segíts! Ne haragudj, Angustias, de sajnos nem tehetek semmit. Ulisses, nagyon kérlek, vigyél el ebből a disznóolból. És vegyél feleségül. Én biztosan tudom, hogy te és én boldogok leszünk együtt, én tudom. Jaj, Angustias, kérlek. Légy szíves, hallgass meg. Én tudom, hogy a szerelem, amit te és én érzünk, egyre nagyobb lesz. Kérlek, vigyél el innen. Vegyél feleségül. Így már jobb? Igen, persze, köszönöm. Te vagy a legrendesebb vőlegény. Ugyan már. Hát, mert még így betegen is mellettem vagy. Ne, csajó, ne mondj ilyet. Ja. Mi az? Baj van? Hozzak valamit a konyhából? Menjük a gyógyszertárba, hívjam anyádat? Nem, drágám. Hát? Tudod, hogy mindig fáradt vagyok a dialízis után. Kicsit gyenge vagyok még. Igen, annyira várom, hogy végre találjunk egy donort. Majd Isten segít, drágám. Tudod, hogy a panzióban lakik a volt főnök asszonyod? Igen, igen, hallottam, hogy Vanessa ide jött lakni. Olvidó, remélem nem sértettem meg azzal, hogy ékszert küldtem. Nem, ugyan már. Nincs az a nő, aki megsértődik, ha ilyen ajándékot kap. Egyszerűen nem éreztem helyénvalónak elfogadni. Ezt nehezen hiszem el. Hiszen ön szinte tökéletes. Elmondok magának valamit. Tegnap egy percet sem aludtam. Maga miatt. Kérem, én azért mondtam, hogy találkozzunk, mert a segítségére van szükségem. Kérjen, amit csak akar. Bármit megteszek.
Rendben. Legyen szíves. Igen. Nagyon köszönöm. Nincs mit. Szóval... Nos, hallgatom. Először is egy nagy szívességet szeretnék kérni. Egy kedves barátomról lenne szó. Tudom, hogy maga most költözött ide New Yorkból, talán még nem ismeri Acapulcót, és felvehetni őt sofőrnek. Micsoda véletlen. A nővérem éppen sofőrt keres. Látja, az első szívesség el van intézve. Köszönöm. A második kérésem üzleti jellegű. Szeretném, ha tájékoztatna apám ügyeiről, hogy folytathassam a munkáját. Még ma megadok önnek minden szükséges információt. De még mielőtt egy harmadik szívességet is kérne tőlem, amit szintén teljesítenék. Olvido, szeretném, ha egy dologgal tisztában lenne. Mi az? Én vagyok az ügyvédje Irán Hernández Rivasnak. Két héten belül elkezdődnek a tárgyalások. Olvido, ha ön azt szeretné, hogy ne én képviseljem, megígérem, hogy még ma visszaadom az ügyet.